Rákos mentén már hagyomány, hogy az önkormányzat minden év decemberében jutalmazással mond köszönetet a hivatásos szervek egész esztendős munkájáért. A tűzoltó parancsnokság mellett a 17. kerületi rendőrkapitányság állománya is elismerésben részesült. December 16-án összesen 30-an kaphattak fejenkénti 50 000 forintos juttatást és elismerő okleveleket. A koronavírus járvány miatt ezeket Horváth Tamás polgármester szűk körben adta át. Emléklapot kapott továbbá Horváth Lajos kapitányságvezető és Bacskó Dorottya hivatalvezető is. A hagyományokhoz híven Rákosmente önkormányzata ebben az esztendőben is megköszönte a rendőrség dolgozóinak egész éves munkáját. Az állomány tagjai közül összesen 30-an részesültek elismerésben. A koronavírus járványra való tekintettel azonban a helyszínen csak 4 fő vehette át jutalmát és oklevelét Horváth Tamás polgármestertől. A városvezető jó kívánságai mellett utalt arra is, hogy a kapitányság és a helyhatóság között kiváló az együttműködés, és külön öröm, hogy egyre biztonságosabbá válik a kerület. Mindent megtesznek azért, hogy a bűncselekmények számát visszaszorítsák, és én úgy gondolom, bár még nem ismerik a 2020-as eredményeket, de a kapitány úr előzetes jelzése alapján azért jó számok fognak kijönni 2020-ra is, tehát továbbra is tartja a kapitányság azt a korábbi szintet, amit sikerült nagy nehezen hosszú-hosszú évek alatt elérni, úgyhogy bízom abban, hogy ez így állandósulni fog a kerületben. A jutalmazással kapcsolatban Horváth Lajos kapitányság vezető elmondta, mivel pár hónapja nevezték ki pozíciójának betöltésére, számára újdonságként hatott a köszönetnyilvánítás, amely őt és kollégáit is jó leső érzéssel töltötte el. Hozzátette ugyanakkor azt is, a továbbiakra így 2021-re nézve számos tervük van, amelyet a közbiztonság növelésének érdekében szeretnének megvalósítani. Mindenféleképp szeretném, hogyha azt az állománytáblát meg tudnánk tartani, ami most rendelkezésre áll, amennyiben lehet feltölteni az üres státuszokat, nincsen sok hiányunk, hála Istennek. Viszont ami még nagyon fontos szempont számomra, hogy a körzeti megbízotti rendszert egy kicsit felfejlesszem. Azt gondolom, hogy annál hatékonyabb módszer, mint közvetlenül a lakók környezetében megjelenni a rendőrségnek, tanácsokkal ellátni és óvni, vigyázni a lakók biztonságára, nincsen jobb. A körzeti megbízotti rendszernek a fejlesztése az egy nagyon fontos cél számomra. A kapitányság vezető kiemelte, igyekeznek minél nagyobb védelmet biztosítani mindenki számára, viszont köszönet illeti a társadalom egészét, így pedig a lakosság, a polgármesteri hivatal és a kormányhivatal jó szándékát és törvénytiszteletét is, hiszen a rend fenntartása csak közös együttműködéssel sikerülhet.